És a reggeli személy pedig, jó reggelt kívánunk, Rab Árpád, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Szép jó reggelt. Volt már itt az Árpád, úgyhogy tegeződni fogunk, megtiszteltük egymást azzal, hogy ezt a formát választottuk a közelmúltban, és akkor, hogy végigbeszéltük a témákat, hogy miről szeretnék az elkövetkezendő egy órában beszélni, akkor azt mondta, hogy ez mind érdekli, tehát egy ilyen színes jövőkutatás vagy elemzés lesz az elkövetkezendő 50 percben. Politikai jóslásokban ne avatkozzunk, azt hagyjuk meg inkább a közvéleménykutatóknak, illetve a politikusoknak, viszont itt van a Pegazus ügy. Volt egy konferencia, és annak a lényege az volt, hogy a tiszta kiberbiztonsági cégek ne alkalmazzanak olyan szakembert, akik korábban kémszoftvert is gyártó cégnél dolgoztak. Van egy ilyen kezdeményezés, és egy Tel Avivi konferencián hangzott el ez a javaslat. Hát nem tudom, hogy ez a Pegazusnak a legfontosabb tanulsága. Szerintem nem. Eleve egy ilyet nagyon nehéz számon kérni, mert mondjuk egy programozó dolgozik egy modulon, és azt most Pegazushoz használják, vagy akár pont kibervédelemhez, vagy lehet, hogy arra, hogy ivóvizet adjunk az afrikaiaknak. És más, hogyha valaki tudatosan hoz egy ilyen döntést, mondjuk egy hacker, és azon dolgozik, hogy kárt okozzon másoknak. Annyiban jó, hogy beszéd van erről, és hogy ez az etikus gondolkodás terjedjen el, és hogyha lehet, ne okozzunk árt, és ne támogassuk, de nem hiszem, hogy a programozókat kéne ezért büntetni. Annyiban talán jó, hogy elindít maguk között a programozók között egy kis beszélgetés, hogy érezzék a súlyát annak, hogy amit ők tesznek, annak következményei vannak. De hogy... Igen, tehát ezt mindenki tudja, tehát hogy senki sem úgy, tehát egy játékkészítő is azért kezd el fejleszteni, hogy következménye legyenek a dolognak. Igen, tehát én pozitív értelemben mondtam, pont nemrég néhány informatikai konferencián úgy fejeztem be a beszédemet, hogy ezt és ez, milyen jó lesz nekik, stb., meg mire vigyázzanak, de hogy én azt kérem tőlük, hogy lássák azt, hogy ez egy kritikus technológia, ami most már gyökeresen az életünket befolyásolja, nem csak a szórakozásról vagy a kommunikációról van szó, hanem közlekedésről, egészségügyről. Itt, hogy ezek a programozók egy olyan cégnek dolgoztak, ami végül is egy olyan terméket fejlesztett, amit végül is eladtak valakiknek, amikre használják, itt szerintem túl hosszú a lánc ahhoz. Itt a következményét azt úgy értettem, hogy lássák, hogy ezek az alkalmazások tényleg megváltoztatják az emberek életét, de én ezt inkább büszkeségé vagy felelősségé szeretném fordítani. Te megnézted már a telefonodat, hogy van rajta Pegazus? Nem, de nekem most éppen új telefonom van, de ha van, van. Tehát így, hát ezt nem hiszem, mert miért is? Egy egyszerű egyetemi tanár vagy jövőkutató, bár ilyenkor a hálózatkutatás is számít, tehát hogy lehet, hogy nem rám kíváncsi valaki, hanem az ismerőseimre. Nem tartottam fontosnak. A világban azért kicsit máshogy kezelték a Pegazus botrány résztvevőit, illetve a Pegazus botrány által megfigyelt embereket, mert ez leginkább azért Kelet-Európában van, vagy Magyarországon volt tapasztalata, hogy olyan emberek kerültek a Pegazus szoftver hatása alá, akiknek egyébként nem kellett volna, tehát nem kábítószerkereskedők, nem drogdílerek és nem terroristák voltak, akiket Magyarországon megfigyeltek, bár még mindig megy a hallgatás, tehát nem lehet tudni, hogy mi lesz. 50 évre titkosították a Nemzetbiztonság Bizottságnak a múlt hétfői ülését, és hát azon gondolkodtam, hogy most akkor várunk 50 évet. Igen, így általános filozófia szinten, vagy tehát én, mint társadalmat kutatok, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az online bizalom témaköre, én ezzel nagyon sokat foglalkozom, az egyik legfontosabb dolog, hogy bízhatok meg valakiben online, illetve bennem, hogy bíznak meg. Én az ilyen cselekvéseket annak a szemszögéből vizsgálom, hogy most van egy téma, amiről beszélgetnek, ezt a társam követi, és végül is nő a bizalmatlanság, és azzal, hogy 50 évig nem beszélünk róla, így ezek így berögzülnek. Tehát, hogy én ezeket ezért tartom károsnak. Nyilván van oka, és értem a nemzetbiztonságnak a dolgait, és nem lehet mindent elmondani, mert pont az a lényeg, hogy az árnyékban harcolnak egymásban, egymás ellen az árnyékban harcolók, de erre szerintem ez is a nemzetbiztonság része, hogy az emberekben erősítsük az online tér iránti bizalmat. Tehát, én tudom támogatni, hogy figyeljenek meg valakit, hogyha úgy érzem, hogy ezzel megvédenek engem. Ha ezt szürke zónának érzem, és mindegy is, hogy engem, hogy kit figyelnek meg, de akkor már zavar, és a társadalmi bizalom csökken. Ezért én ezeket nem így kezelném, hogy 50 évig nem beszélek róla, legalább valamit mondanék róla, hogy milyen logika alapján döntöttünk, mik az elképzelések, mit jelent. Tehát, hogy ezek a
kommunikációk szerintem nagyon fontosak, kimutatatlanok, és ezért nem foglalkoznak vele a szakértők, de általában szerintem fontos. Szükségesnek érzed azt, hogy növeljük az informatika iránti bizalmat? Nem túlzott bizalom ez, hiszen inkább óvatosnak kellene lennünk, védenünk kellene az adatainkat, egy kicsit vissza kellene vennünk. Ez a kettő egymással ellenmond, szembe áll? Nem áll szembe szerintem, de abszolút jogos a felvetésed. Én nem is azt szeretném, hogy a technológiába bízzanak az emberek. A technológiába bíznak, nagyon szeretik, főleg azért, mert pozitív élményeket hoz számukra, új képességeket, kényelmi szolgáltatásokat. Azt nem gondolom, tehát nem fogjuk tudni elkerülni az adatainkat, folyamatosan megosztjuk másokkal, és egy egyre kontrolláltabb környezetben éljünk, de ezt lehet jól csinálni. És igen, a kérdés felvetésed az, hogy oké, gyűjtik az adatokat, de ki és mire? Tehát hogy én azt szeretném, hogy az emberek egymásba bízzanak. A technológia nem tud másképp működni, mint hogy megfigyel, mert egy digitális technológián két végpontja kell legyen. Tehát nem a technológiába kell bíznunk, hanem abban, hogy aki az adatokat gyűjti, ő benne megbízhatok. Tehát ilyen értelemben, amikor annó face-to-face valakivel beszélgettem, és elmondtam érzékeny adatokat, akkor a levegővel nem foglalkozunk, az csak átvitte a hangot. Itt ugye egy kicsit más a helyzet, ennek ellenére a technológia mögött álló érdekeket vagy célokat, tehát azt kell jól megmagyaráznunk, hogy egy orvos tényleg azért gyűjti az adatokat, mert jobban meg tud gyógyítani, mert többet tud rólam. Hogyha azt érzem, hogy hát az orvosok is valami misztikus szervezeteknek eladják az adatokat, és ez misztikus módon a magánéletemre visszacsap, akkor nem fogom gyűjteni az adatokat, pedig tényleg jobban meg tud gyógyítani. Ez persze már a mesterséges intelligencia kérdése, hogy mikor lesz okosabb az mesterséges intelligencia az embernél. Itt a közelmúltban lehetett arról olvasni, hogy a mesterséges intelligencia az nagyjából 8 óra alatt szed össze annyi információt, és tud megtanulni például orvosi adatok elemzését, mint amit egy orvos egyébként 30 éves pályafutása alatt. Igen, ez amúgy is cél, hogy egyre kevesebb orvos van a világon egy egyszerű matematikai számítás miatt, mert napi 200 ezer új ember van, és egy orvos 6 év. Nagyon sok mesterséges intelligencia technológia arra irányul, például bizonyos speciális műtétekhez, amire 6 évig kell készülni, már más, igen, diagnosztizálás, de akár maga az operáció, vagy műtét, azt most már másfél év alatt meg tudja tanulni. Ezek jók, ezek a technológiák. Az is nagyon jó, hogyha rutinszerű esetek tömegét képesítve meg tudunk csinálni. Tehát, hogyha alap, nem tudom, milyen tünetei vannak, megnézi. Mesterséges intelligenciát nagyon szeretem, ugye most meg, tehát ez nem intelligencia, viszont sok eset alapján megbízhatóan tud javasolni, és a fő elképzelés az, hogy valahogy azért mégis az orvos egyszer ránézzen, de eddig mondom, nem kell majd. Tehát ilyen értelemben nem okosabb lesz, hanem megalapozottabb döntést fog hozni. Nagyon fontos lesz egyébként az, hogy nem elég, hogy valami eredményt kidobjon, de hogy erre mondjon valamiféle értékelést vagy jellemzést, hogy ez a jogi mesterséges intelligencián, és hogy igen, én azt javaslom, hogy ezt a gyógyszert szed, azért, mert ennyi eset alapján ezt és ezt látom, és az ön esetében 99,99% hogy ez, de figyeljen arra, hogyha ezt, akkor ez így működni fog. Nem lesz okosabb, hanem viszont többet tud. És ez egy hatalmas időnyereség szerintem, vagyis hát nem szerintem mindenképpen, csak nagyon nem mindegy, és itt jönnek be azok a finom hangolások, hogy honnan szedünk adatokat, milyen adatokat szedünk. Például egy apró jelenség, hogy ilyen fájdalomküszöbb mérések az Egyesült Államokban elkezdtek rossz adatokat hozni, nagyon sok színesbőrű páciens panaszkodott, hogy ő neki nagyon fáj. És hát mondták, hogy a mesterséges algoritmus alapján nem kell neki fájjon. De ezt a mesterséges algoritmust olyan historikus adatokra alapodva fejlesztették ki, amit meg az 1800-as években fehér férfiakra dolgoztak ki. Most az, hogy a színesbőrűek tényleg jobban panaszkodnak, mert társadalmilag elnyomva érzik magukat, és azt mondják, hogy nekünk mindig egyből panaszkodni kell, megkapjuk sok panaszkodás után, ami egy fehér embernek jár, vagy tényleg más a fájdalom küszöbe, ezt egyszer meg kell nézni, és ki kell kutatni. Tehát ezeket az adatokat, amiket használ a mesterséges intelligencia, valószínűleg az orvosok majd azt kell csinálniuk, hogy folyamatosan finom hangolják, és ezeket a kimeneti szűrőket állítgatják.
Az Egyesült Államokban bírók munkáját segíti a mesterséges intelligencia, tehát dönthet szabadlábra helyezésről, adott esetben vizsgálva az elítéltet, és hitel folyósításnál is alkalmazzák, lehet tudni a mesterséges intelligenciát, ami például megfigyeli azt, vagy adatokat tud szerezni arról, hogy én a közösségi oldalomon hajnal 2-kor posztolok-e, vagy befizetem-e rendesen a telefonszámlámat, sőt, még a telefon töltöttségét is vizsgálják, mert ha rendes ember vagyok, aki este felrakja a töltőre a telefonját, akkor lehet, hogy a hitelt is rendesen fogom visszavizetni. Igen, és ennek örülök. Azért örülök, mert például pont a biztosítási mesterséges intelligencia... De én vagyok, bocs. De hát akkor most megszívtam. Nem. Azért örülök, mert valóban el kell gondolkodni azon, hogy lehet finom hangolni. Mert annó, amikor az első ilyen biztosítási ajánlórendszerek voltak, azt láttuk, hogy borzasztóan torzítani kezdtek, hiszen historikus adat, erről a környékről mindig olyanok jönnek, akik nem fizetnek, így, ha én onnan jöttem, olyan helyzetbe kerültem, mint aki nem fizet. Ez amúgy is a való világban van, csak az algoritmus rögzítette. Ha több finom adattal játszom, akkor az látszik, hogy hát igen, olyan környéken lakik, ahol nem fizetnek, viszont mindig jól feltölti a telóját. Tehát ilyen értelemben ez a rendszernek a javítását szolgálja. Az, hogy milyen adatot hogy tudunk monetizálni, hogy valóban azt jelenti-e, hogy te rendes ember vagy, hogy mindig feltöltöd, vagy az, hogy heveny telefonfüggőséget van, vagy bármit jelenthet, ez megint egy ilyen jó értelmezés. Ilyen szempontból ezeket nagyon szeretem, de a pénzügyi piacok hiába kapnak nagyon finom ajánlásokat, nagyon sokszor ezt nem reagálják le, mert nekik másik oldalon kidolgozott üzleti modelljeik vannak. Tehát 3-4, mondjuk úgy, hogy hitelív, ki van dolgozva a legnagyobb megtérüléssel, akkor hiába kap 100 féle külön esetet, ő abba 3-4-be beteszi így is úgy is. Izgalmasabb a jogi rész, ott az nekem nagyon fontos, és nagyon sokat is dolgozom kiváló jogászokkal, mert egyrészt, mint technológia, másrészt pont az, amiről beszéltünk nemrég, ez a társadalmi bizalom. Tehát, hogyha látják az emberek, hogy objektív, nagyon-nagyon gyors ítéletek születnek olyan ügyekben, akkor a társadalmi bizalom növekedni fog. A világ különböző tájékán mást gondolnak a mesterséges intelligencia etikájáról, etikusságáról. Az Unióban is van egy ilyen tervezet. Az miről szól pontosan? Erről pont Ződi Zsolt kollégám ír egy blogcikk sorozatot, és inkább az ő gondolatait tudom visszatükrözni, mert nagyon jól összefoglalja. Itt azért azt kell látni, hogy különböző filozófiák vannak. A kínai az inkább a nagy tömegben használom egységesen, és amiatt nagyon impresszív, mert igazából ezek ezért jók, míg az amerikai modell inkább az üzleti, kényelmi, önkéntes alapú, viszont akkor már mindent megcsinálok veled. Európában inkább figyelünk az adatokra, meg ennek a tervezésére, miatt lemaradásban vagyunk. Tehát, hogy az, ahogy mi gondolkodunk az MI etikáján, az nagyon-nagyon fontos folyamat, viszont itt Európában mindig belefutunk abba, hogy ez folyamatos lemaradást okoz, tehát, hogy kitalálunk valamit, ez így szerintem jó lesz, de kiderül, hogy már rég túl vagyunk ezen, mert már a fejlesztések itt tartanak. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ezt a gondolkodást feleslegesnek tartom, és Zöldi Zsolt másokat ír, most nem az, ez az én véleményem itt, hanem az, hogy nagyon nehéz a jognak feloldani azt, hogy a meglévő jogrendszerre ráültesse, hogy ez a kérdés mondjuk versenyképességi kérdése, vagy adatvédelmie, vagy éppen polgári jogi-e, vagy alkotmányjogi. És ugyanaz a kérdés hirtelen teljesen más kontextusba kerül, és akkor az MI etikáját is teljesen máshogy kell megfogalmazni, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lehet így egyben, hanem el kell fogadni azt, hogy külön területek vannak, és a versenyjog MI etikáját teljesen máshogy kell megfogalmazni, mások a szereplők és mások az érdekek, mint mondjuk az alkotmányvédelemén. Értem. Egy kicsit beszéljünk a Facebookról, ha már szóba került, vagy megpróbáltam szóba hozni. Meséltem a kolléganőmnek, Bálint Üditnek így reggel, hogy minap Pókegonról kellett írtam egy nekrológot, és valakinek cseten írtam erről. És neki másnap a Facebook hírfolyamában Hobo Blues Band ajánlatok jöttek föl, annak ellenére, hogy ő soha nem hallgatta ezt a zenekart, nem szereti, de hogy valahol a chatből kiszúrta, vagy kiszűrte a Facebook, hogy van egy ilyen kommunikáció. Igen, ez egy örök
gondolkodás és egy ilyen, nem tudom, alert érzés az emberekben, hogy lehallgatnak és visszajeled, és hogy csak beszélgettünk róla, be sem írtam a keresőbe, igen, mégis feltűnnek. És ez így van, ez legtöbbször azért nem azt jelenti, hogy tényleg lehallgatnak, egyébként gyűjtenek hanganyagokat. Azért gyűjtenek hanganyagokat, hogy a beszédfelismerő MI szoftvereket majd az önvezető autóval tudjunk jól beszélgetni. Mm-hmm. Ennek a fejlesztése nem úgy történik, hogy valami okos algoritmust írnak, hanem össze kell gyűjteni a világ összes emberének az akcentusos, kicsit részeg, kicsit fáradt, kicsit álmos, kicsit dadogós. Mondjuk azt kellene, hogy akkor már ne induljon el az autó, tehát hogy felismerje a. De ezt is meg kell ismerni. Igen, és ahhoz, hogy betápláljam, tudnom kell, hogy na most van egy hanganyagom, ahol egy mondjuk egy dadogós, nagyon tajszolásos ember beszél kicsit részegen, mert ha én azt mondom, hogy az önvezető autó így is szól, akkor lehet, hogy egy ilyen ember vette meg. Az, hogy amikor azt mondják az emberek, hogy lehallgatják őket, és ez alapján azért elfelejtik azt, hogy mennyi digitális nyomot hagyunk. Tehát az, hogy keres. Már csak arra felé mozdulunk. Nagyon sok a megjósolható algoritmus is. Tehát, hogy nem is írtam be még a síelés, de azonnal feldobta a síeléseket. Hát persze, mert a te anyagi helyzetedben lévő, azok, akik a te ismerőseid közül sokan síelnek, neked is feldobja. Tehát nincs nagy kockázat, hanem szór, és amikor betalál, akkor veszik észre. Ez kicsit olyan, hogy elkezdesz figyelni a piros autót, mint a piros autót lát. Másik oldal meg az, hogy az oké, hogy mondjuk megérti, hogy te a hobóval foglalkoztál. De az, hogy ezt neki monetizálnia kellene. Tehát, hogyha most a hobó fizet a Facebooknak, hogy figyelj, bárki a hobóról beszél, azonnal dob fel, hogy vegye meg az új albumunkat, tudom, hogy ez most nonsense, csak az üzleti logika miatt, akkor felugrik a reklám. Tehát ez sem szabad elfelejteni, nem öncélú, vagy hát most figyeltelek és azonnal, hanem mögötte kell legyen egy termék. És nagyon sokszor, amikor lehallgatnak, ezért nem történik semmi, mert nincs mögötte egy ilyen üzleti modell, de másképp nagyon-nagyon érdekes. Én inkább azt szoktam látni, hogy ezek ilyen nem igazán, üzletileg nem igazán értékesek. E-bizniszben nem nagyon tudok mit kezdeni azzal, hogyha rákerestem egy horvát szállásra, és kiválasztottam egyet, akkor utána még egy hétig dobálja. Én már kiválasztottam, tehát, hogy nagyon jó ajánlatot kéne ahhoz dobálni, hogy változtassam. De ha már a digitális nyomunknál tartunk, hogyan tudjuk megakadályozni azt, hogy ezt rögzítsék rólunk? Tehát a Facebook az nem írja ki nekem azt, hogy amikor a chat szolgáltatást használom, vagy Zoomon dolgozunk, hogy azt a hangot, azt még ők rögzítik, felhasználják és elteszik jobb időkre. Nagyon jól mondod, itt van szerintem az etikai határ. Tehát az üzleti modell, hogy ő ingyen ad nekem egy drága szolgáltatást cserébe az adataim, és ezért targetált reklámot, ez tiszta és etikus üzleti modell igazából. Az, hogy nem szól, hogy mikor mit gyűjt, tehát hogy igenis, igen, ki kéne gyulladni a kis lámpának technikailag, vagy megváltozni a messenger beszélgetésnek a színek, hogy ezt most épp rögzítjük minőségbiztosítási okokból, reklámért bármi. De ők nem akarják tudatosítani az embereknek, hogy reklám, tehát hogy mi termékek vagyunk, és ezért nem szólnak. A másik, amit a Facebook nagyon etikátlanul csinál, az, hogy nagyon nyújtja a csápjait, tehát nem csak a szöveget rögzíti, nem csak a beszélgetést, hanem ingyen apitart programfejlesztőknek, akik ezen keresztül csinálják meg az online modult, és ezért olyan szoftverekben is, ahol nem is gondolnám, ott is a Facebook gyűjti az adatokat, mondjuk egy egyszerű kis telefonos játékban. És ez etikátlan. Ez tény, ők mindig gyújtják, és amikor az orrukra kopint valaki, akkor egy kicsit átrendeződnek. Most éppen volt egy orrakoppintás, mindjárt beszélni fogunk arról a frissen megjelent eredményről, ami az Instagramot használó fiatalok mentális állapotáról szól. 9 óra 29 perc van, a reggeli személy Rab Árpád, Budapesti Corvinus Egyetem docense. Hírek jönnek hamarosan itt a Klubrádióban Báder Tamás tollából, és utána folytatjuk a beszélgetést. Mindenféleképp az Instagram és a Facebook majd elő fog kerülni, és miután kiderült itt a rövid beszélgetés folyamán, amit adás előtt folytattam Árpival, hogy ő is a vegetariánus életmódot választotta, és ugye ma reggel azt mondta Kis Tamás László, énekes, vegán aktivista, hogy az mentheti meg az emberiséget, ez is szóba fog kerülni. Ő számára a szabadnak születés az azt jelentette, hogy ő dönt ti el, hogy mit eszik, hamarosan folytatjuk.
Rab Árpáddal, a Corvinus Egyetem docensével folytatjuk a beszélgetést. Itt a hírek alatt mondtad, beszélgettünk a mesterséges intelligenciáról, a chatbotokat. Érdekes volt, hogy édesanyám múltkor olvasott egy cikket, és azt mondta, hogy ő akkor engedte el az olvasását, amikor odaért, hogy chatbot. Ezzel nagyon nem tudott mit kezdeni, hogy mi is az, és nagyon nehéz is elmagyarázni. Tehát az IKEA-nál tudjuk, hogy Anna válaszol a kérdéseinkre, Gyurcsány Ferencnek is van chatbotja, de hogy sok helyen, tehát de hogy ott kihúzva, hogy sok helyen használják ezt bankok, hogy nem ügyintézővel beszélget az ember, hanem mesterséges intelligenciával. Igen, itt is azért egy gyors adatbázis művelet van, és az egész adon alapszik, hogy bizonyos helyzetekben nagyon jól leírható, hogy milyen kérdések hangzanak el, és annak mi a jó válasza. Ez még nem is lenne bonyolult, tehát, hogy most mikor nyit a bank, vagy valami, amik ilyen hosszabb távú információk. Igen, gyík. Igen, az, de és jó, hogy ezt lefejlesztik, mert a user egyből kap egy visszajelzést. Vannak törvényi szabályozások, például, hogy a banknak mennyi idő múlva kell felvenni a telefont, vagy egy ügyfélszolgálatnak, ezeket ők kiütötték ezzel, hogy mégis azonnal. A gond inkább akkor van, amikor azt akarjuk, hogy ez kicsit intelligensebb legyen, például egy csomagküldő szolgálat, és hogyha a chatbot annyit tud, hogy igen, uram, meg fog érkezni a csomagja, hanem én akkor azt várom el, hogy akkor az én azonosítószámommal csak nekem szólóan persze pontosan mondja meg, mert növekednek az elvárások, és ezeket lefejleszteni, nem is lefejleszteni nehéz az alkalmazás, hanem az, hogy mögötte egy nagyon erős real-time adatbázis is kell legyen, tehát a csomagok, érzékelők, szenzorok, és akkor hirtelen drágábbá válik a technológia. Tehát elindultunk onnan, hogy egy telefonos ügyintéző, ne gyorsabb, viszont így drága lesz, mégis e felé halad a chatbotokat. Én amúgy szeretem. Szeretem, mert az egészségügyben nagyon jól lehet alkalmazni. Igazából nagyon gördülékenyebbé teszi a társadalmi bizalmat, akár azt mondjuk, hogy hallgató meg akar tudni valamit, én túlterheltem 24 órával később válaszolok, pedig tényleg egy chatbot is meg tudná dobni. És mondhatnám azt, hogy miért nem olyan a világ, hogy minden információt átláthatóan és tisztán megkapok, de nem ilyen a világ. Úgyhogy sajnálom, hogy itt engedte édesanyáddal a dolgot, szerintem ez pont egy ilyen jó cucc, és ezek annyira tudnak majd fejlődni a real-time adatbázisok miatt, hogy nem nagyon fogjuk tudni, hogy chatbottal beszélgettünk-e vala egy emberrel, és nem is lényeges. Igen, nagyon sok vállalat a Fülöp-szigetekre telepítette ki a szolgáltatását, tehát a call center hívását, ott a, nem is tudom az iparnak hány százaléka az abból működik, hogy nagyvállalatok az ügyfélszolgálatukat oda tették, de ha jönnek a chatbotok, akkor mindenki munkanélkül fog maradni. Ez egy komoly gond. Azok, akik több évtizeden keresztül az outsourcing jelenségből értek, nagyon sok ország, és azért tanultak meg angolul, indiai telefonszolgáltatásoktól kezdve Fülöp-szigetek, ők nagyon-nagyon komoly bajban vannak, és pont nemrégiben nagyon sok ilyen ország stratégiát írtam át, hogy gyakorlatilag pánik hangulat van, hogy mit tegyünk, mert igaz, hogy egy ideig ilyen digitálisan nagyon felülképzettnek tűntek. Nagyon jó volt az internet ellátottság, pont azért, hogy ki tudják szolgálni a világ másik felét, viszont az kijeik meg alacsony rendűek voltak, amik könnyen algoritmizálhatóak, és most nyilván az van, hogy akkor tereljék át ezeket az embereket a programozóiparba, fejlesztenek, csak ez nem olyan egyszerű, mert ez több év iskolázottság, stb. De ha az emberek elvesztik a munkájukat, vagy adott esetben oké, tehát megváltozik a rendszer, mit fognak csinálni a rengeteg szabadidejükkel legjobb esetben? Tehát unatkozó emberekkel lesz tele a világ. Nézzük meg csak a 4 napos munkahelyet. Igen, ez egy összetett kérdés, hogy egyrészt ebben benne van az, hogy miből fogunk élni, tehát hogy akkor ki mire ad nekünk pénzt. Tehát, ha úgy unatkozom, hogy közben jól élek, akkor az jelentheti azt, és itt vannak az optimista, vagy kevésbé optimista megközelítések, hogy egyrészt az, hogy így lesz akkor kreatív energiánk arra, hogy nagy projektbe kezdjünk megmenteni a földet, így lesz időm arra, hogy szelektíven gyűjtsek, így lesz időm arra, hogy elmenjek a helyi piacra, és ott vásároljak, és ne időhiányra hivatkozva a világ túlfeléről érkező termékeket fogyasszak. Ez a jó megközelítés. A másik megközelítés, hogy a unatkozó emberek valamiféle aktív, időtöltő unalomba menekülnek a digitális térben, ez nagyon könnyű, hírfolyamok görgetése, számítógépes játékok, parttalan valamik, ez a negatív a megközelítés. Én azt látom, hogy a pozitív az nagyon jól tud érvényesülni, de ezt támogatni kell, tehát ügyeket kell adni az emberek kezébe. Én abban hiszek, hogyha ügyeket adunk, amiket most még nincs ideje az embereknek, például szemetet összeszedje az utcába valami, de felszabadul az ideje, akkor ezt meg fogja tenni. Nagyon-nagyon a teljes költséghaszon elemzést nézzük, és volt már jó néhány feltétel nélküli alapjövedelem projekt 200 évvel ezelőtt is,
nagyon sokat nyer mindenki. Például kialudsza magát, jobb az egészségügyi állapot, az egészségnek jobb. Többet tanultak az emberek, több információt szereztek, jobban összekapcsolódnak mondjuk az emberek, mert van ideig egymással beszélgetni, úgyhogy én ebben hiszek. Azt ígértem a hallgatóknak, illetve arról beszéltünk, hogy egy friss hír szerint kiakadtak a Facebookra, leállítják a gyerekeknek szóló Instagram projektet. Meg kell védenünk még mindig a gyerekeket a kütyű használattól, és a ne nyomkod már gyerekem állandóan a telefont? Én nagyon-nagyon fiatal korban, tehát ilyen 0-3, stb. Ott tényleg kifejezetten károsnak tartom, de biológiai okokból, hiszen ott háromdimenziós mozgásokat, izomreflexeket, agyi tekervényeket ott még be kell húzalozni, ott nagyon károsnak tartom. Utána már, amikor már ez nincsen, mert ez eldőlt így vagy úgy, és remélem, hogy nagyon kevés gyerek van úgy, hogy ez már így elcsesződött nála, és élete végig rossz lesz, az onnantól kezdve már egy tudatossági, kulturális döntés, igen, hogy mit láthat, mit, de nem tudjuk elzárni. Azért sem tudjuk elzárni, mert mi is ezeket használjuk, ezt látja, apu kezében úgyis ott van a telefon, másrészt, mert nagyon értékes és jó tartalmak vannak, ahonnan tényleg tud tájékozódni, szórakozni, vagy a tanulását kiegészíteni. Tudom, hogy ez most úgy hangzik, mint a mindenben csak a jót látnám, de én azt gondolom, hogy inkább az értékteremtő használatra kell nevelni, gyerekek esetében pedig kiváló lehetőség ez arra, hogy megtanítsuk azt, hogy vannak korlátok. Használtad ennyi ideig, és később megtanulja, hogy akkor most munkaidő van ennyi ideig, szabadidő annyi ideig. Tehát, hogy én nem elzárnék, hanem nem egyszerűen jól korlátoznék. De amikor az derül ki, hogy mentális problémákat okoz, nyilván a lájkolás függvényében történik ez, tehát, hogy milyen visszacsatolásokat kap egy gyerek. Igen, ez a bomó effektus, vagy beállít, ez valóban testképzavarokat okoz. Pont most egy ilyen kutatást csinálok, ahol arról írok, hogy a digitális test milyen mennyire más. De érdekes. És így üzenem a szerkesztőségnek, hogy tudom, hogy kések a cikkel, de le fogom adni. De... Hol lehet majd olvasni? Majd egy ilyen külön kötet lesz, de majd elküldöm a részleteket. Szerintem az egész kötet érdekes lesz. Ugye itt egy olyan jelenség is van, hogy a szűk környezetünknek akarunk bizonyítani, népszerűek akarunk lenni, ez mindig is megvolt. A másik jelenség, hogy szinte az egész világgal harcolunk. Tehát most így nagyon leegyszerűsítve, annó egy 30 fős osztályban mondjuk volt a nagyon szép lány, meg a harmadik, három nagyon szép lány, de nem annyira szép, akkor mindenki más, meg mondjuk az egy csúnyácska, most így gonoszul mondva, mert ez egy gyerekek gonoszak. Most viszont azt látja, hogy itt nem három szép lányjal kell konkurálni, hanem egy millióval, mindenki szép, és akkor elkezd magán torzítani, mert mindenkivel versenyez. Itt ez a probléma, és ezért, amit az előbb mondtam, a korlátozás, azt mondom, hogy jó, a digitális téren keresztül azt látod, hogy mindenki szép, de menjünk egyet a sétányon, és akkor egy szórakozóra, és látjuk, hogy nem mindenki szép, hanem igazából mindenki átlagos, és ez így van jól, és tud szépen öltözni, vagy tud valamit tenni. Tehát ez az előbb beszélt korlátozás arra is jó, hogy a másfajta élményekhez juttassuk, és ne ebben a digitális retrészben, ilyen patkányversenyben kelljen küzdenie. Az, hogy ő lájkokért fog küzdeni, az így is van, de az végül is csak egy újfajta kompetíció, annó is voltak ilyenek. Nem ezt látom gondnak, hanem azt, hogy ha máshonnan nem kap információt. De ha látod a problémát, akkor nyilván látod a megoldást is. Vagy nem? Megoldás ezekben az esetekben azért nincs, mert ezek tényleg tiszta üzleti szolgáltatások, tehát itt nem nagyon tudok mit mondani arra, hogy természetesen szép nők vannak a reklámban is, és neki ezek a challenge-ei. Azt nem tudjuk megúszni, hogy a szülő figyeljen a gyerekére és beszélgessen arról, hogy ő mit él át. Azt nem tudjuk megúszni, hogy tehát nem lehet algoritmikusan beállítani például ebben az esetben, hogy más véleményeket vagy más testeket is mutasson meg. Egy politikai térben lehet mondani azt, hogy hozzunk egy ilyen algoritmikus szabályt, hogy a 10 A verzió mellett 4 B verziót is mutass, csak hogy kiegyensúlyozott legyen. Itt ennek megoldását nem nagyon látom, csak abban, hogy szülőkkel kell kommunikálni, és meg kell tanítani a gyerekeket ahhoz, hogy beszélgessenek, és egy érdekes visszacsatolás ehhez, hogy nagyon sok gyerek sokkal szívesebben beszélget egy chatbottal a problémájáról, és ez egy ilyen új lendületet adott ezeknek, mert ugye nem akar beszélni, vagy nem is érző gondja van. Milyen társasága van a szülei, akikkel nem akar beszélgetni, mert hát ők kamasz, pont a szülő az inkább ellenség, mint ezért most így... Ne okoskodjál, hagyjál már békén.
osztatásában pont nem beszélheti meg, és akkor a szoftverrel meg igen, és nagyon beindult ez a dolog, én ilyen megoldásokat látok, hogy figyeljünk rájuk. Hogyha azt látom, hogy túlságosan jól leírható algoritmikusan, hogyha azt látom, hogy ő nagyon igazodik valami termékekhez, például azt látja, hogy ez a nő attól ilyen szép, hogy ezeket veszi, ő is elkezdi ezeket a termékeket venni, túlságosan sokat vásárol belőle, akkor el lehet egy ilyen chat szoftverrel beszélgetni vele, hogy tudod-e ezeket az arányokat. Igen, ezzel kapcsolatban írta a 444, és ezt olvastam tegnap este, hogy miután nyilvánosságra került a Facebooknak ez a belső kutatása, hogy a nyilvánosságra kerülése után az Egyesült Államokban a Kongresszus Illetékes Bizottsága meghallgatást fog tartani a Facebook és az Instagram gyerekekre gyakorolt hatásairól, tehát nem csak te veszed komolyan, hanem mindenki, nagyon sok döntéshozó látja ezt a problémát. Szerintem ez nagyon fontos, mert ilyen nagyon éretnek tartjuk a gyerekeket, de hát nem, azok ők gyerekek, és nagyon sok mindent adunk nekik olyan értelemben, hogy sok pénz, sok termék, tehát jóval gazdagabban élnek, mint az idők gyerekei, de ennek figyelnünk kell a következményeire, a hosszú távúakra is, tehát akár ez az azonnali kielégülés, vagy ez a láthatatlan démonokkal való harc, ez későbbi személyiségüket, vagy a munkaerőpiaci lehetőségeiket is súlyosan korlátozza. Tehát érdek is van mögötte, de nyilván az első az, hogy szeretjük őket, és azt akarjuk, hogy tényleg boldogok legyenek. Azt ígértem, hogy beszélünk egy kicsit, már a jövőről beszélünk, arról a felvetésről, ami ma reggel hangzott el itt a Klubrádióban, Kis Tamás Lacival beszélgető a vegetariánus életmódról, vagy vegán életmódról, ami talán a földet is megmentheti. Ebben kapcsolatban is idéztem adatokat, hogy az Unióban is van egy törekvés arra, hogy a húsfogyasztást hogyan lehetne csökkenteni. A spanyolok azok egyből azt mondták, hogy hagyjatok békén, eszetekben üssön ilyesmi, de azért vannak ebben ellentétes vélemények is, és aztán kiderült a beszélgetésünkben, hogy te 20 éve vagy vegetariánus, de hogy döntöttél erről? Én igazából érzelmi alapokon, tehát nagyon szeretem az állatokat, meg volt kis állatom, kis nyuszi, kis kutya, kis macska, minden, ami. Tehát ugye ez, hogy nem tetszett, hogy végül is miattam megöltek valakit. De én sose voltam nagyon húsos, ebben azért ilyen pre-tényezők is benne játszhatnak, hogy nem tudom, annó az erdélyi óvodába, vagy bölcsődébe, vagy jártam, ott olyan minőségű húst adtak, hogy lehet, hogy nem szerettem meg sose tett. Nem akarom itt túlkultíven, de nekem egy érzelmi döntés volt, aminek nincs is feszessége annyiban, hogy én annó azt mondtam, hogy ha valaha akarok enni, akkor fogok. De ez 20 éve nem történt meg, semmilyen állapotban, de ez például szerencsére nem egy egészségügyi ok miatt kellett döntenem így. Soha semmilyen hátrányát nem éreztem. Annó még az elején 20 évvel ezelőtt ez furcsa volt, abban merült ki, hogy végül is rántott sajtot tudtam enni sült krumpliba, de imádom, úgyhogy ez rendben volt, meg köreteket. Most már itt, hogyha jövőkutatásról vagy nagyobb kontextusról beszélünk, nyilván előkerül az, hogy tehát a húsnak, az egységnyi hús megtermelésének mondjuk úgy, hogy fajlagos költsége vízben vagy területben, vagy a növényeknek, ezekről nagyon sok számítás van, egy győzködés. Én azért azt szeretném, hogy ez nem kényszer alapján lenne, hogy hát gyerekek, nem tudunk ennyi embert termelni húsra, mindenki növényt fog enni, vagy sárkát, és akkor ez az út. Hanem ezek akkor jók, hogyha így szépen finom hangolással mennek. Annó, amikor ez így kiderült, hogy a hús azért mégiscsak, van egy olyan réteg, aki, de akkor megjelentek a műhúsok, ezeket fejlesztjük. A növénytermelésnél is nem olyan egyszerű, hogy mindegyik növényt annyira olcsó termelni. Én jobb emberiség szempontból azért ilyen látványos lépéseket is várok, hogy például tenger alatti moszat erdők, és azokból is rengeteg élelmiszer tudunk termelni, még van bőven kakaó. Az viszont, hogy ennek az ára nagyon megnövekszik a logisztika miatt, a terület miatt, tehát sokan azért nem fognak minőségi húst tenni, mert nagyon drága lesz, bár ez a zöldséggyümölcsre is igaz. Szóval én azt szeretném, hogy ezek önkéntes alapon, üzleti vagy saját döntések mentén mennek, én például soha nem győzködtem senkit erről, hogy személyesen sem, vagy kutatóként sem, hát ebből szoktam jelezni, hogy sokkal több lesz a vegetáriánus. Néhány évvel ezelőtt konferenciákon, amikor mondtam ilyen előrejelzéseket, kb. Ez volt az egy, amire mindenki felhördült és felcsürték az embernek az agyukat, és utána odajöttek, hogy hát ez hagyja már ezt, hogy lehet, nem kecske, meg az szokásos. Kevesebb húst fogunk enni, de ez
azért kellene így legyen szerintem, mert sokkal mozgásszegényebb életformát élünk, egy városi életformát élünk, tehát hogyha az emberek a saját jól létük miatt, a saját egészségük, hogy jobban érzem magam a bőrömben, és ők finom hangolják, tehát a húst most nagyon sokszor Magyarországon is, de sokan sem parttalanul eszik, vagy mindenhez, vagy rossz minőségűt, és utána egy csomó betegséget okoz, de szerintem jó lenne kijutni. Mennyivel drágább a vegán életmód, vagy vegetáriánus életmód, mint a húsfogyasztó? Fogyasztói szempontból? Igen. Jelen pillanatban mindenképpen. Igazából minden, hogyha mindenben egy kicsit más vagy, mondjuk gluténérzéken, laktonérzéken, egyből azzal szembesülsz, hogy drágább. A vegetáriánus életmód most már nem drágább, mert nagyon széles választék jelent meg, annó még az is drágábbnak számított. A vegán életmód jelenleg a legdrágább, ami létezik, hogyha így üzletileg nézzük. Nem is nagyon működhetető másképp egyébként, mint hogy az embernek együtt jár azzal, hogy ő maga készíti el az élelmiszereit, ami lehet megint egy visszatartó erő, mert nincs időm, vagy nem tudok erre energiát fordítani. Most mindenképp a lehető legtudatosabb táplálkozási forma, és ez ennyiben nagyon szeretem, mert az jó, hogyha az emberek foglalkoznak a testükkel. De igen, ez egy költség, tehát ezért sem szeretem erőltetni azt a témát, mert nincs mindenkinek ennyi pénze, vagy nincs mindenkinek ennyi ideje, hogy elmenjek a piacra, és lehet erre mondani, hogy arra van időd, amire szeretnéd, de ezek nem ilyen egyszerűek soha, tehát ezért nem szeretek ilyen erős állításokat mondani a témában, csak szeretném, hogy együtt járjon egy tudatossággal és egy jobb egészségügyel. Ez Magyarországon azért különösen fontos, mert azért nagyon kevés ország van, hogy ennyire rosszul étkezünk. Rettenetesen rosszul étkezünk, és nagyon rossz egészségügyi állapotban vagyunk, és ez baj. Úri huncutság a vegán életmód, nyilván nagyon nehéz lesz. Egyébként mondjuk rendben, városi ember az tudja, hogy erről van szó, de mondjuk a vidéki életmódban biztos nem fér bele az, vagy legalábbis azt gondolom, hogy jellemzően nem fér bele az, hogy lemondjanak a húsfogyasztásról, hiszen az ház körül ott van, azt a legkönnyebb elkapni, megkoppasztani és belerakni a főző vízbe. Igen, és akkor ne is mondjanak le. Tehát, hogy mondjuk ő se szóljon bele, hogyha én vega vagyok. Tehát én azért sokkal több támadást kaptam a vegaságom miatt. Miért, vagy meg hogy biztos ilyen is olyan bajod van, és nem tudom, milyen hiányod lesz. A húsosok felől, hogy így mondjam, nagyon sok támadást kaptam, én nem támadtam senkit. Valószínűleg azért, mert ilyen jámbor növényemű lettem. Vicceltével, persze, ne mondjanak le. Én nem szeretném, most én nyilván nem szeretem azt, hogy megölnek állatokat, de az, hogy ő ne térjen az életformájtól, hogyha ez működik, hogy egy önfenntartó ő így megtermeli a kalóriáid részét, és boldog tőle, akkor szuper maradjon így. Én inkább azt láttam, hogy nem fogja tudni megtermelni, mert egyre kevesebb, tehát nagyon drágának fogja találni. Én társadalmilag azt tartom rossznak, hogy ő már nem termeli meg a saját csirkét, hanem a világ másik pontjáról áthozott csirkét vesz meg mirelitként a boltban, és azért ezek hihetetlen effortok, például egy kiló spanyol, mert jó, egy távolabbi narancs megvétele, az, ha végiggondoljuk az egész láncot, mostkor csináltam egy ilyen jó számolást, hogy ott valaki öntöz, munkaidő, a vegyi anyagok, amiben beporozzák, logisztika végig, olyan eszmény, ez a számok jönnek ki, hogy az egy kiló narancs olyan, mint hogyha kb. Fölépíteném a gizai piramisokat. Akkor ilyen szemmel nézve ezt nem engedjük meg magunknak. Azt, hogy a háztáiban dolgozik, azt akkor inkább legyen ez. Megváltoztathat az emberek gondolkodása, hogy az ökológiai lábnyomuk csökkentése érdekében ne vásároljanak olyan terméket, például szőlőt télen, ami hát nyilván valahonnan hozzák, és nagyon drágán hozzák nyilván. Nem akarunk lemondani, most minden, amit csinálunk, az pont az, hogy ez az életszínvonal, amit elértünk az utóbbi 100 évben, az maradjon ugyanilyen. Ezt tudjuk egy ideig hatékonysággal. Tehát most az élelmiszerek harmadát kidobjuk, ne dobjuk ki. A vizet elcsurgatjuk, ne csurgassuk el. Tehát az informatika ebben segít, de kell a szemléletváltás is, ami jó lenne, hogyha nem nyomás alapján alakulnak ki, hogy figyelj, 1 kiló húst tehetsz. Én annó Erdélyben egyébként ilyen kenyérrendszeren éltem jó ideig, ott meg volt, hogy hány deka kenyeret kapunk egy nap. Végül is úgymond elég volt, tehát ki volt számolva, hogy elég, de ha nem lettek volna háztájak, akkor ilyen halunk valószínűleg. A lényeg az, hogy maga az üzlet ezeket nagyon befolyásolja, tehát mi mennyire drága, mennyire olcsó. Én azt gondolom, hogy az emberek megváltoztathatóak, ha érvelünk, megváltoztathatóak, ha valóban alternatívát teszünk. Most a vegánság azért nem alternatíva nagyon sok embernek, mert drágább, és sok idő kell hozzá, most így üzletileg. Ha az, hogy legyen olcsóbb a hazai
csirke, mint a spanyol, ez viszont azért szabályozási, irányítási kérdés, amiben nem az embereknek van beleszólása, viszont a pénztárcájukkal igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy abszolút változtatható, nagyon gyorsan újra programozhatóak vagyunk, gondoljunk csak arra, hogy végül is nagyon hamar eltűntek a belterekből a dohányosok, és most már az a természetes, hogy kint, de annó bent dohányoztunk, most nehéz elképzelni. Igen, én is így nézek filmeket, meg látok ilyen régi képeket, és látom, hogy mindenki mindenhol dohányzik, és igen, tehát ennek azért vége lett. Végére értünk a műsornak is. Nagyon szépen köszönöm Rab Árpádnak, a Budapesti Kornvinsz Egyetem docensének, hogy befáradt ide hozzánk a Klubrádióba, és értékes gondolatait megosztotta a Klubrádió hallgatóival.